drága Clio tulajdonos barátaim, polgártársak, elvtársak, ha a Clio 2-es Clio-ban, 98-as, 2002-es gyártású Clio-ban beázik az utastér nagy eső után, állóhelyzetben, tehát nem menet közben, ha állóhelyzetben beázik, annak a legvalószínűbb oka két lefolyó, gumi lefolyó eltömődése lehet. Az egyik gumicsonkvég ott látható, a másik pedig az záoszlop vízelvezető konzol aknájában legbelül látszik egy gumicsonk. Ha ezek közül bármelyik eltömődik, akkor az itt látható vízfelfogó terület megtelik vízzel, majd ezen a szellőző légbefúvó nyíláson keresztül beszivárog a szivacson keresztül az utastérbe. Nekem bokáig állt a víz benne. Most ezeket én kitisztítottam, egy hosszú rúddal letuszkoltam a benne megragadt sárt, leveleket, galjakat, agyagot. Ezek után a probléma megszűnt. Ennek a lemeznek a lebontásával kell hozzákezdeni. Ez mindenképpen tanulságos, 30 ezer csavar fogja. Mindenkinek sok szerencsét. A hűtővíz tartály kiemelése következőképpen működik. Amit az imént kibontottunk, fémlemez, ami az utasteret a motortértől elválasztja. Ezen található egy kis műanyag pöcök, amit be kell belecsúsztatni a tartálynak a rögzítő részét. Ezután lehet majd a két csavarral rögzíteni a lemezhez. Nem kell félősködni. A két csavar, ami itt található, két csavar kilazítása után, illetve kivétele után egy picikét meg kell dőlteni, hogy a csavaroktól elváljon a tartály, és utána egy egyetlen erőteljesebb mozdulattal fölfele ki kell húzni.